Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hegyi beszéd. A hegyi beszédnek az a sajátossága, hogy ez az új szövetség alapító okirata. Maga az új szövetség az Jézus Krisztus halálában teljesedik ki, vérrel akkor lesz aláírva, de ez az alapító okirat. Miért? Mert a régi szövetség a Tórára, a törvényre alapult. A régi szövetségnek az volt az alapja, hogy Isten és egy nép arra kötöttek szövetséget, hogy Isten az ő népévé fogadja a zsidóságot, és a zsidóság ezért cserébe a Tóra szerint fog élni. De a Tórának, azaz a törvénynek, a parancsolatoknak, ugye 613 parancsolat és szabály van a Bibliában, ennek a megtartása az mindig külső körülmény, külső erő, külső ráhatással lett a nép számára megtartható. Tehát ne félj, mert kivezett téged az Isten, és akkor majd kapsz egy törvényt, amit ha megtartasz, akkor az ő népe leszel. Ha megtartod. Hogy lehet megtartani egy szabályt, hogy lehet megtartani egy törvényt, egy rendelést? Hát az Ószövetség arról szól, hogy erővel. Ha nem tartod meg, rögtön jön a szankció. Ha ezt csinálod, meghalsz. Ha azt nem csinálod, meghalsz. Ha így szólsz, átkozott leszel. Ha ezt fogod mondani, akkor nem kapsz áldást a földedre. Egy külső kényszerítő erő, az Istentől való félelem az, ami egyben tartja a népet a törvény, a Tóra megtartására. Onnan is látjuk ezt, hogy valahányszor nem tartja meg a nép, akkor jönnek a háborúk, akkor jönnek a fogságok, akkor jönnek a szenvedések. De azt üzeni az Isten, eljön majd az idő, mondja a proféták által, amikor új szövetséget kötök, amikor már nem kőszívetek lesz, hanem hús szívetek, és ebbe a szívbe fogom beleírni az én törvényemet. Hogy már ne külső körülmények, külső ráhatás, fenyegetés miatt tartsd meg azt, hogy félem az Urat, szeretem őt, nem veszem hiába az ő nevét az ajkamra, hanem belülről. Akkor is, ha nem fenyegetnek, akkor is, ha nem jutalmaznak, hanem természetesen szeretetből fogom az Isten nevét tisztelni, az ő személyét szeretni, az embertársaimat pedig fölemelni. Ez Jézusnál teljesedik be, hiszen most kerül az alapító okiratba a szívekbe írt törvény, amihez nincs odaírva semmiféle fenyegetés, nincs ítélethozatal, hanem azt mondja, ha így fogtok tenni, boldogok lesztek. Ugye mennyivel másabb? Azért tartsátok meg, amit mondok, mondja az Úr Jézus, mert boldogok lesztek. Nem azért, mert fejbe lesztek verve, nem azért, mert elveszem az életeteket, nem azért, mert innentől kezdve megátkozlak benneteket, hanem azért, mert ha így fogtok élni, ahogyan én mondom, boldogságotok lesz. Boldogok lesznek.